Szevasztok srácok, ez itt újra The Isle, és T-Rexek vagyunk megint. Tudom, a szavazásban úgy volt, hogy Juitól adultig, viszont rohadtul nincs türelmem 7 órát, vagy nem tudom hány órát végig tolni folyamatosan. Úgyhogy mostanság haltam meg Subigával is, meg ilyenek, szóval inkább úgy vagyok vele, hogy egy darabig nem nagyon fogok felvinni Apexet, Neus Apex Predatort. Úgyhogy ha ez a Rexim itt meghal, Nicktem, akkor egy jó darabig pihentetjük ezt a Giga Rex őrületet, ami mostanában megy. Úgyhogy aztán inkább akkor majd, amit még nagyon kevés szerjátszott, amik Suku, Trike, meg ilyesmit. Úristen, kis Trike-ot hallok. Nagyon szép az ég. Jó, gondolom ezt is fixelni fogják majd. Mostában nincs nagyon patch, ugye a record miatt, de ha jól emlékszem, ezen a hónap 21-én jár le a 2 hónapos record időszak, amit azt mondták, hogy valószínűleg annyi lesz, de most ez még nem 100%, majd meglátjuk, hogy akkor mit mondanak. De valószínűleg akkor mondani fognak valamit, hogy még akkor nem vagyunk kész, vagy kész vagyunk, és tessék. Utána meg olyan patch áradat lesz, bazd meg, hogy mindenki úszni fog a új dolgokba. Uram Isten, milyen könnyen lehet látni így a lábnyomokat, hogy nincsen foliage, mert ugye felbágolt az égbe. És ez felfele jött? Igen. Kis tappancsai, bazd meg. Kurva aranyos. Hogy elok futtal? Szerintem meg se ölöm. Csak oda meg és köszönök neki, vagy nem tudom. Erre csak? Erre ment. Ó, ide bebújt volna? Ja. Oh, itt van! Attól, hogy nem mozdulsz meg, attól még látlak. És most... Úristen, szépen lassan ide nézik. Hogy néz? Úristen, nem mer mozogni a gyerek. Életbe hagylak, na. Aztán nagy és erős Strike legyél. Még mindig nem dolgozta fel. Még mindig alig mozog, nem hiszi el, hogy életbe hagytam. Várj, most hol is vagyok? Majd nincs vagyok olyan sokan, utána 38-an, szóval valószínűleg nem fogunk minden egyes sarokba, a másik dinomba ütközni. Szóval ameddig sétálunk le Party Fieldre, ha jól emlékszem, el kell menni. Á, vagy tök mindegy, kövessük ezt a folyót, aztán meglátjuk. Egy patakot inkább. Szerintem ez pont oda vezet. Szóval az a lényeg, hogy nagyon sok embernek van az Isle-on belül szerverkeresővel problémája, ugyebár hogy nem talál szervert, hiába írja be a nevét, meg a mappokat, hogy mondjuk V3, és mondjuk Isla Nikta 3, vagy Teutonic, egyszerűen nem találja szervert. Annak akarok most segíteni. De az a lényeg, most látni fogtok egy videót, ezt kell megcsinálnotok, itt a Steam szerverkeresőjének a pingjén kell állítanatok. Hát igazság szerint nincsen olyan, ami mindenkinek beválik, hanem így értitek tapasztalatra, hogy tehát mit tudom én, beállítjátok kicsit többre, ilyenkor kicsit tovább fog keresni, ha jól tudom, szervert, viszont tényleg meg fogja találni. És nekem is bejött, ha jól emlékszem, akkor nekem 3000-re sem van. Szóval én arra raktam, és azóta nincs ilyesmi problémám, és azt a kurva. Mert tényleg talán ez volt eddig a legidegesítőbb az egész kurva játékban. Nem is a lag, meg nem is az, hogy a hitbox néha baszokszik, hanem az bazd meg, hogy 25 percig kell várni, mire megtalálja azt az adott szervet, ahol szeretné játszani. Előbb hallottam, mint egy Subrexet sírni. Most nem tudom, hogy ez csapda akart lenni. Ajaj! Két adult Rex és egy lón. Egymást. Most nem tudom, ezek egymásra mennek? Hoppá, itt még fut a szub. Hát akkor itt téged elkaplak, szub. Boom. Hát azt hittem, hogy megbelekült a gyerek.
De nem is számított arra, hogy itt volt még egy Rexy. Flashben állt. És kíváncsi vagyok, hogy ez a Rex volt-e valamelyikkel? Mondjuk a párossal, vagy az a Lonnal? Ha igen, akkor biztosan tudják, hogy itt vagyok. Mert ugye eltűnik ilyenkor a nevük. Mennyi a fúdom? 98, viszont nagyon fasza. Aha! Szerintem azok... szerintem azokkal volt. Mert egyből... milyen érdekes, hogy egyből ide néztek. Szerintem észre is vettek. Na jó van, arra nem kéne menni. Úristen! Ez kamera. Pontosan. Szóval akkor kikerüljük szerintem ezt a party feedet, ha csak nem akarunk Rex vacsorává válni. És megpróbálunk felmenni a trírokhoz. Nagyon óvatosan kell. Amúgy nem hiszem el, bazd meg, hogy van fenn 40 ember. Volt fel Rex. Fullos vagyok? Fullos Rex vagyok, jó. Úristen! Azt adult Lone Rexet, aki elsétált, azt jó lenne megölni. Meg 50-50 esély van. Az AI-t is amúgy tök faszán lehet baitnek használni. Még avákat inkább. Ilyen kis orókat, meg tekókat annyira nem éri meg. De mondjuk aván éri, eléggé megéri csicsölni, mert oda nagyobbak is jönnek, nagyobb állatok. Halló. Rex. Giga. Ami kihívás kéne. Azt kéne találkozni trájkokkal. Tehát tényleg ezt a másik adult Rexet megölni. És legalábbis fájtolni ellene. Aztán... ez én soha... én akkor soha nem vagyok mérges, hogyha úgy halok meg, hogy csatában, és kielveztem az adott állatot. Most, ha meghalok bazd meg éhen egy Rexel, akkor kibaszott ideges leszek, mert nem csináltam semmit. Ilyen értelmetlen szar halálom volt, és ennyi, szar a játék. De hogyha mondjuk meghalok úgy bazd meg, hogy harcolok egy 1v1-ve egy Rexel, és jobb volt, akkor jobb volt bazd meg, ennyi. De legalább nem úgy döglötte meg, mint egy kibaszott a retardált szerencsétlen szar. Hogy éhen, vagy még vannak szar halálok, hogyha lecsúszol a hegyről, ugyebár még ilyesmi. Jó, hát akkor én a mondó vagyok bazd meg, hogy visszamegyek oda a party fieldre, aztán rendet rakok, na. Alfa vagyok, Alfa Rexi. Ugye ambushból lett? Ja, de várjál, hülye vagyok, hát ez Nikta. Itt a solo apex, az fél két apex, de szóval azt hiszem nem is támadhatom meg, bazd meg. Van ilyen fear list, meg ilyesmi. Még azt nem értem, hogy ez hogy semi realizm, mikor a rendes hardcore realizmon nem volt ilyen megszabás, hogy te most ennek nem mehetsz neki. Te megpróbálsz levadászni ezt meg a maszt, akkor saját felelősségedre nyilván levadászottad. Vagy meghaltál, vagy nem. És ez meg ilyen szemájrealizm, és bazd meg megtiltják. Sírok az Nictán, geci. Mondjuk az Eurocodumban voltak, mert ez egyik legpopulárisabb szerver, úgyhogy... mit tudom, mondjuk ha elmenek? Aha. Globál? Sétálva, ahol bazd. Húzz már innen ava a picsába. Ott a kama. És itt két Rex volt ezelőtt. Most csak egy utát látok, egy kamát. Lehet, hogy megpróbálták a... kamát megölni, és azóta az a Stomp Hang, aztán meghalt a Rex. Rex meg felzabálta volna ugye a társát, aztán most azért ment el, mert egyedül van. Nem akart baszakodni. Tetszik ez nekem. Tehát pont ez történt, amit én mondtam. Van valami kis szar is. De ez a Juta. Jutának van ilyen lábnyoma, tudjátok, mert fontosan áll a körme, vagy hogy mondjam. Várj, az... és ez komolyan megölt az avát.
Hoppá, ott a másik Rex. Na erre kíváncsi vagyok. Itt most meghalunk, gyerekek. Posik, mi van? Be vagy szarva? Jaj, hát elmenekülsz. És mondjuk remélem nem csaltam ide a másik Rexet is. Ajaj! Dehogy nem! Ajaj! Inkább bemegyünk a picsába, mert kettő ellen nem is baszakodhatok, ez az egyik. És ezek együtt lennének? Nem! Ilyet Gali ott rúgdossa! Gali the fuck. Itt lesz a titánok harca, bazd meg. Ott van. Ujjajajajajaj! Az izgulok. Ennyi idő után is, bazd meg. Remegek. De miért tűnik ő amúgy nagyobbnak? Pedig full promos vagyok. Itt... bazd meg. Bassza meg! Jó, hát akkor én mondó vagyok, bazd meg, hogy visszamegyek oda a party fieldre, aztán rendet rakok. Kurva élet, nem baj, GG. Jó fight volt azért. De szerintem ő is utolsóképpen, talán még egy harapás kellett volna bele. Mindegy, srácok, ez volt az utolsó Apex-es videó most egy darabig. Aztán majd szerintem a következő vagy Szukó, vagy Trike, meglátjuk. Na, pacsuk.